Nagyon sok szeretettel köszöntöm nézőinket! Július 17-ére tűzte ki Szentendreváros Helyi Választási Bizottsága a 10-es számú választókerület időközi képviselőválasztásának időpontját. Három képviselőjelöltet vettek nyilvántartásba, a mai adásunkban a Fidesz-KDNP közös jelöltje Szabados András mutatkozik be, akit nagyon sok szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Köszöntöm én is a kedves televízió nézőket! Kedves András, ahogy a többi jelölt, ön is 8 percet kap a három kérdés megválaszolására. A rendelkezésre álló időt úgy osztja be, hogy ön szeretné, a számlálót az első kérdés után indítom el. Nos, akkor az első kérdés, hogy mutatkozzon be a választókerület lakosainak. Szabados András vagyok, szentendrei állampolgár, itt születtem. A szülői ház már eleve ide köt, itt végeztem a középiskolai tanulmányaimat. Itt rengeteg barátságot tudtam az évek alatt, hosszú évek alatt megszerezni. Rengeteg közösségi programba vettem részt, tehát nekem a közösségi szerepvállalás, ha úgy tetszik, az szinte magától értetődő. A családommal itt élünk, van egy 11 hónapos kislányunk, nagyon nagy szeretetben és boldogságban neveljük, és úgy gondolom, hogy a felelősségvállalás az talán innen is eredeztethető részemről. Szeretném, hogy nem csak a saját családomnak tudjam biztosítani a szebb jövőképet, hanem annak a körzetnek is, amit képviselni fogok. Mert úgy gondolom, hogy szerintem az empátia, a figyelmesség és az emberek meghallgatása az már önmagában érték. Sokszor nem tudja az ember a szűkösségek keretek között bizonyos megoldásokat megvalósítani, vagy igényeket, amiket az emberek szeretnének, de úgy gondolom, hogy ha tudjuk azt, hogy mire vágynak, mit szeretnének, akkor azt idővel meg lehet valósítani, hogyha minden rendelkezésre áll. Akkor kérem, hogy ismertesse programját és fejlesztési terveit. Az első, amit szeretnék elmondani, a legfontosabb, amit ugye mindenki vár, a 11-es útnak a rekonstrukciós munkái. Én ebben szeretnék egy aktív szereplő lenni, és az érintett lakók, illetve a kivitelező cég között szeretnék aktív szerepet vállalni ezekben az egyeztetésekben, természetesen a várossal egyetemben, tehát nem öncélúan és önállóan, hanem mindenkinek a közreműködésével szeretnék eleget tenni. Rengeteg olyan korábbi terv van, amelyek a befejezésre várnak. Ilyenek a Várkony és a Berek utcának az aszfaltozási munkái. Ezeket lenne célszerű befejezni, tehát azok már terv alappal rendelkeznek. De vannak közben olyan megkeresések is, például Pismány utcából, ahol a vízelvezetésre már vannak kivitelezői ajánlatok, vannak tervek, tehát ezeket kellene befejezni egy 1+1-es program keretében. Ezek szerintem az ilyen nagyobb horderű kérdések, de alapvetően a közérzet javítását szolgáló intézkedéseket is érdemes lenne fontolóra venni, hogy nagyobb hatékonysággal tudjuk vinni. Ha megfigyeljük azért a Papsziget környékén is, a fitness park elég elhagyatott, gazos, most kevesebb hulladéktárolóval rendelkezik ez a terület, ezeket érdemes lenne nagyobb figyelemmel kezelni. És hát például vannak ilyen tapasztalataim is, hogy síkosságmentesítő anyagokat deponálnak úgy, a hegyvidéki részeken, hogy azok gazdátlanul hevernek a gazban. Én úgy gondolom, hogy ezeket máshogy is lehetne. Ezek apróságok, tehát hogy nem várom el a várostól, hogy óriási investációkat tegyen és túllépje a saját lehetőségeit, de azt gondolom, hogy egy-egy ilyen figyelmes akcióval sokat tehetünk az ott élőkért. És az utolsó kérdés, hogy miért szavazzanak önre a választókerület lakosai? Hát elsősorban azért, mert tenni szeretnék ezért a városért. Mindenképpen azért szavazzanak rám, mert én képviselni fogom őket, nem fogom cserben hagyni őket, rám számíthatnak.
Az elérhetőségeim transzparensek, ezt majd látni fogják a kedves választók, amikor mennek az úton és látják a telefonszámomat kihelyezve az utcai hirdetésekre. A fórumok, amiket tervezünk, azok mind nyilvánosak. 4 ilyen fórumot terveztünk, mi nem egy egyszeri alkalmat terveztünk erre, hanem ezt a régiót, ezt 4 sajátos kerületre osztottuk, és itt a problémák is speciálisak, tehát hogy nem lehet ezeket összemosni, mindenkinek mások az igényei, az elvárásai, ezért gondoltuk úgy, hogy mi tematikusan figyelünk ezekre a részekre. Én azt gondolom, hogy az emberek képviselve lesznek, és az ügyeik azok nem fognak a feledés homályába veszni. Még maradt 2 perc, körülbelül 50 másodperc. Szeretne még esetleg valamit hozzáfűzni valamelyik kérdéshez? Én úgy gondolom, hogy mindent elmondtam, úgyhogy bízom a választók bölcsességében. Én biztos, hogy nem fogom őket cserben hagyni, ezt mondhatom. Rendben. Akkor kedves András, nagyon szépen köszönjük, hogy bemutatkozott. Én köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Viszontlátásra!